Történelmi pillanat érkezett el a klub életében, amely bő 2 évtized után új néven szerepel majd a Magyar Bajnokságban és a Nemzetközi Kupákban a Szekszárdi Egyesület. Szabó Noémi szakmai és sportigazgató jelentette be, hogy a 2023-2024-es szezontól a TAR KSC Szekszár nevet viselik majd. Új utat és utakat kellett ahhoz keresnünk, hogy az elmúlt 7 évben elért csodás sikereink, mint például a 2018-ban megnyert Magyar Kupa, vagy az Európa Kupa bronzérem 2021-ben, hogy ezeket a sikereket tudjuk tovább folytatni. Ehhez azt éreztük, hogy szükségünk lenne egy új névadó főszponzorra. Ugye Jánosék már 2002 óta, tehát 21 éve támogatják a klubot, folyamatosan erősödött ez a kapcsolat, igazából már az üzleti kapcsolat mellett egy komolyabb barátság is kialakult, és egyre többször beszélgettünk, találkoztunk, és felvetődött ez az igény. Nyilván ez egy nagyon merész dolog a világban bárkinek a részéről, hogy a nevére vegyen egy bármilyen sportcsapatot, főleg, hogyha nem egy állami cégről van szó, úgyhogy innentől nagy a nyomás és nagy a felelősség, még nagyobb, mint eddig, azt gondolom rajtunk, de egyébként az elmúlt néhány hétben itt a bajnokság előtt vált az végleg, hogy kötünk és egy hosszabb távú kontraktust, hogy legyen egy kicsit lehetőségünk a jövőt is tervezni, illetve azt gondoljuk, hogy a két dolog, tehát a TAR és a KSC kölcsönösen egymást fogja erősíteni, hogyha mindenki teszi ugyanezen a maximális színvonalon, maximális erőbedobással a dolgát, akkor ez a két név ez folyamatosan tud majd fejlődni, és egymást tudjuk erősíteni a kommunikációnkkal, a tevékenységeinkkel. 3 éves a kontraktus, ami azért is nagyon jó, mert az elmúlt időszakokban nem nagyon volt ilyen, mindig csak 1 évre láttunk előre, és azért most egy picit tovább lehet gondolkodni, tovább lehet tervezni. Természetesen folyamatosan kisebb-nagyobb tornamegyei és tornamegyén kívüli cégek felkutatásával is foglalkozunk és dolgozunk, mert azért végleges cél, hogy akár visszakerüljünk az Euróligába is, az pedig már sokkal nagyobb pénzösszegeket követel, mint akár egy Európa Kupa vagy egy magyar bajnokság. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a 3 év ez egy nagyon jó dolog, hogy addig majd ugye látjuk, hogy ki mit teljesít a vállalásaiból, és hogy hogyan lehet ebből majd tovább lépni, de ez egy brutális megtiszteltetés, azt gondolom, hogy egy ilyen cég a nevére veszi a női kosárlabdaklubot Szekszárdon, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Nem csak a felnőtt csapatnál, hanem valamennyi korosztályos együttes esetében megjelenik a Városi Telekommunikációs Vállalkozás neve. TAR János kihangsúlyozta, örömmel állt be egy olyan klub mögé, amely példaértékű munkát végzett az elmúlt évtizedekben, és amelynek országos szinten is kiemelkedő az utánpótlás nevelése. Tóla vármegye egyik legsikeresebb sportága talán a női kosárlabda, és mivel már több mint 20 éve mellette vagyunk, és szeretnénk is továbbra mellette maradni, és innen jött a felkérés, már jóval korábbi egyébként, de most született meg az a döntés bennünk, és most talán mi is most jutottunk el oda a céges fejlődési szintünkön, hogy belevágjunk ebbe, és mi is egy kicsit kíváncsian és egy kicsit izgatottan állunk neki a közös munkának, mert ahogy a beszédemben is mondtam, ez egy közös munka lesz, és eddig is volt egy közös munka, de most még inkább a két csapat egymásra lesz szorulva, a KST csapat és a TAR csapat is. Úgy fogalmazott, hogy mindkét félnek eredményes lehet ez a névadói megállapodás, amely egyúttal a klub és a vállalkozás megújulását is jelképezheti. Október 11-én kezdjük majd az Európa Kupa mérkőzéseit. Mérkőzésről mérkőzésre látni fogják a kedves szurkolók, hogy mire is lehet képes ez a csapat. Sajnos most az elején Nikola Dudasova sérült, de szerencsére Mányoki Réka és Teodorán Alexandra már vállalhatják a játékot. Reméljük, hogy Jacinta Morrónak sem rendetlenkedik a bokája, és Miklós Melindának sem a csuklója. Úgyhogy bízunk benne, hogy a kisebb-nagyobb sérülésektől eltekintve teljes kerettel tudunk majd kiállni, és
és azt gondolom, hogy mindenképpen a csapatot az első öt hely valamelyikére várjuk az alapszakaszban. Lényeges, hogy ez az 1-4, vagy már az ötödik hely lesz ugye az alapszakaszban, hiszen jó volna majd a végén pályaválasztóként kezdeni a play-offban, a rájátszásban a küzdelmeket. Ez még nagyon messze van, és nem könnyű az Európa Kupa csoportkörünk sem, de úgy érzem, hogy van reális esélyünk az Európa Kupában és a csoportmérkőzésekből tovább jutni. Mi sem bizonyította ezt jobban, mint hogy egy káprázatos utolsó negyeddel fordított a csehek ellen a Szekszárd, és ezzel 2,5 év után győzelemmel tért vissza az Európa Kupába.